Fericsán Kálmán nyugalmazott testnevelő tanár, újpesti helytörténész a mozgatórugója annak az ötletnek, hogy a Magyar Olimpiai Akadémia 67. vándorgyűlését októberben Újpesten tartsa. Az újpesti közéleti televízió erre az alkalomra egy sporttörténeti kisfilmmel készült. Ezt a filmet már most, április 23-án a szombathelyi vándorgyűlésen is bemutatják. Tartsanak velünk! Újpest a főváros északi kapuja a Duna-bal partján. Újkori történetének kialakulása önálló földrajzi egységként az 1830-as években kezdődött. Gróf Károly István pusztájából adott bérbe egy területet a szőlőművelőknek. Hegyközség alakult ki, majd az iparosok kereskedő betelepülésével 1840-ben már önálló községi szervezetként működött. Földrajzi környezete, kedvező adottságai, Pest közelsége miatt Újpest kezdetektől alkalmas volt ipartelepítésre. Tímárok, asztalosok telepedtek le. Bor, textil és bútoriparának fejlődése a település egészére kihatott. Az 1870-es évek végére az ország legnagyobb lélekszámú nagyközsége lett. Alig 30 év múltán, 1907-ben városi rangra emelték. Első polgármestere a lokálpatrióta dr. Ugró Gyula lett. Ekkor már rendelkezett kikötővel, a városalapító Károlyi család segítségével, önálló kórházzal, postahivatallal is. A város gyorsan fejlődött. A századforduló két évtizedében tűzoltó laktanya, vágóhíd épült, volt rendőrsége, bírósága, színháza is. Ebben az időben alapították az Izzót, a mai Tungsramot, a Kinoint és a Magyar Pamutipari Részvénytársaságot. 1910-ben a város hazai viszonylatban az ipari termelésben a negyedik helyen állt. 1929-ben Újpest elnyerte a megyejogú város címet. Járásbírósága, villamos erőműve, takarékpénztára, sportlétesítményei, oktatási intézményei, zeneiskolája, számos bejegyzett egyesülete és kereskedelmi egysége, 38 ipari vállalata volt, köztük több országos jelentőségű. A II. Világháború azonban megállította a fejlődést. A háborús pusztítás mellett 1945-ben árvíz is sújtotta a várost. Az 1940-es évek végére itt is megtörténtek az államosítások. 1950-ben Újpestet a főváros közigazgatásához csatolták, és ezzel megszűnt önállósága, városrészé vált. Fejlődése, sorsa Budapest fejlesztésén belül történt. Újpest ma közel 130 ezer lakost számlál. A város alapításától kezdődő folyamatos ipari kereskedelmi fejlődéssel párhuzamosan szerveződött a társadalmi, közösségi élet, melyben kiemelkedő szerepet kapott a sport is. 20 lelkes ifjú 1885. június 16-án a Piasztéri iskola egyik tantermében megalapította az Újpesti Tornaegyletet. Az egyesület jelszava épség erő egyetértés, színe a lila-fehér lett. Az UTE mellett több klub is működött, közülük a jelentősebbek az Újpest Rákospalotai Atlétikai Klub, az Újpesti Előre Kerékpárkör és az Újpest Munkásképző Tornaegylet volt. A sportegyesületek és támogatóik hamar felismerték az utánpótlás nevelés fontosságát. Az iskolákban komoly sportélet folyt. Ennek köszönhetően lassan megérkeztek a kiemelkedő újpesti sporteredmények. Az első országos bajnok 1906-ban Kéményi Ernő lett 120 yardos gátfutásban. Első olimpikonjaink 1924-ben debütáltak. Vogel II. Károly labdarúgóként, Györgyei Ferenc birkózóként vett részt a Párizsi olimpián. Az első olimpiai bajnokunk 1932-ben Los Angelesben Barta István, vitéz Halasi Olivér és Németh János vízilabdázó volt. Újpest első világbajnoka 1952-ben Bombében, asztali tenisz férfi csapatban Kócián József lett. Az első Európa bajnok 1930-ban Brüsszelben Kárpáti Károly birkózó volt. Az első főiskolai világbajnokok 1955-ben Torinóban születtek úszásban, Hild László, illetve Szabados László személyében. Az első meggyőztes a női tőrcsapat, Marosi Paula, Rejtő Ildikó, Seregi Olga, Simon Fitót Ágnes, Szolnoki Mária lett 1970-ben Torinóban.
Az újpestiek Halasi Olivért különösen nagy becsben tartják a rendszerváltás óta. Bár az újpesti vízilabdás 8 évesen egy balesetben elvesztette bal lábfejét, teljesítménye semmiben sem maradt el a többi sportolójétól. A vízilabda válogatotta 2 olimpiai arany és 1 ezüstérmet szerzett, megnyertek 3 Európa-bajnokságot. Gyorsúszóként is kitűnő eredményei voltak, 1931-ben például Párizsban az 1500 méteres gyorsúszás Európa-bajnoka lett. Nevét sportcentrum, az új városi úszoda, általános iskola, valamint emlékmű őrzi. Újpest mindig is kiemelkedő helyen állt a sporteredmények tekintetében. 38 újpesti olimpikon 49 aranyérmet nyert. 48-at az UTE színeiben és Csík Tibor a Magyar Pamut SC versenyzőjeként. A 49 aranyéremből 15 egyéni és 15 csapatbajnoki volt. 168 magyar olimpiai bajnoki címből 30 újpesti versenyzők nevéhez fűződik, ami 17,8%-os teljesítmény. A téli és a nyári olimpiákon 2651 magyar versenyző vett részt, ebből 466 olimpikon volt újpesti, ami 17,5%-nak felel meg. Az UTE Magyarország egyik legkiemelkedőbb, legeredményesebb egyesülete. 16 szakosztállyal működik, mintegy 3000 leigazolt tanuló jár az edzésekre. Újpesten hatalmas beruházások eredményeképpen alakultak ki a különböző sportolásra alkalmas területek, ahol több egyesület sportkör szolgálja ki a sportolni, illetve szurkolni vágyókat, az utánpótlás sportot, neveli a helyi intézményekbe járó tanulókat. 1922-ben nyitotta meg kapuit a Hajós Alfréd tervei alapján készült Megyeri úti, jelenleg Szusza Ferenc stadion, amely ma már műfüves edzőpályával és jégcsarnokkal is rendelkezik. Itt található az UTE székháza is. A Szilágyi úton működik az UTE atlétikai stadionja és a tornacsarnok, melyet már Újpest önkormányzata működtet és újít fel folyamatosan. 2013-ban építette fel az önkormányzat a Halasi Olivér városi úszodakomplexumot, melyben egy 275 négyzetméter vízfelületű, a Nemzetközi Úszószövetség elvárásainak is megfelelő medence található. Többféle sport és szabadidős tevékenységre alkalmas a Halasi Olivér Sportcentrum. Vállalkozói kezelésben működik Káposztás megyeren a jégpalota, mely a jégkorong csapatok, műkorcsolyázók edzésein, versenyeken túl az általános iskolások korcsolya tanulási lehetőségét is szolgálja. 4 évszakos sípálya üzemel az Óceánárok utcában, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig sajátíthatják el a téli sport alapjait. Több kisebb, de nívós klub, sportiskola is működik Újpesten. Így a Megyeri Tigrisek kosárlabda klub, Gergely Gábor világbajnok asztali teniszező akadémiája, Erdélyi Zsolt világbajnok madárfészek akadémiája. Újpest önkormányzata rendkívül nagy hangsúlyt fektet az élsport támogatására, az utánpótlás nevelésére, a tömegsport rendezvényekre. Évente több alkalommal szerveznek futó- és kerékpáros fesztiválokat, sportpartikat. Az elmúlt 5 évben olyan családi szabadidős és sportolási lehetőséget biztosító létesítmények épültek meg, mint például a Szilas Családi Park, az Ugró Gyula Park, vagy a legkisebbeknek szórakozási, mozgási lehetőséget biztosító Tarzan Park. Folyamatosan épülnek a műfüves pályák az óvodákban, általános iskolákban. Nem véletlen, hogy Újpestnek már 3 alkalommal sikerült megszereznie a kihívás napján a legsportosabb város címet. A városrészt megbecsüli kiváló sportolóit. Díszpolgárra avatták Szusza Ferenc, Bene Ferenc, Göröcs János és Várhidi Pál labdarúgót, Berki Krisztián tornászt, Dombi Rudolf kajakozót és Szabó Bence kardvívót. Híres magyar sportolók kéz- és láblenyomatait, aláírásait őrzik a Bene Ferenc testnevelési tagozatos általános iskolában. Dombi Rudolfról tornatermet neveztek el az 1956-ban kivégzett Szűcs Sándor labdarúgó nevét viselő általános iskolában. Az újpesti tornaegylet többször volt hazánk legtöbb olimpiai és paralimpiai pontját szerző klubja. Úgy érezzük, Újpest kiérdemelte, hogy a Magyar Olimpiai Akadémia itt tartsa meg a következő 67. vándorgyűlését. Reméljük, hogy a riói olimpiára most készülő sportolóink ismét szép eredményekkel térnek haza. Minden érdeklődőt, sportszerető polgárt szeretettel várunk Újpesten a Rio de Janeiro-i olimpia után, októberben.